Hé, Glizn! Ezek itt a saguárok? Igen, a nehezén már túl vagyunk. Azt hittem, sose érünk ide. Jé-hé! Mi zörög a kabátodban? A kormányzónak és a részbánya igazgatójának a levelei. Rövidesen dollárok zörögnek a zsebünkben. Harry! Együtt kell maradnunk! Ne menj tovább, csak ez az ösvény biztonságos! Gyere vissza! Itt nem kell félnünk az apacsoktól! Olyan sík a vidék, hogy 10 mérföldnyire el lehet látni. Tedd el a fegyvert! Megbolondultál! Nézzük csak, jók-e az indián harcosok idegei. Most jön a második. Fogadó 5 dollár vagy, harmadszor már nem találja el, ha? Tartom a fogadást. Most jön a harmadik. Így áll egy kortyot velünk. Mr. Johnson, ha? Adja ide az üveget. Rám fér egy kis ital. Rám is. Induljunk Santa Ritába. Ki tudja, hányan bujkálnak itt. Helyes. Vágtatva jöttetek. Tán hírt hoztatok, harcosok? 10 fegyveres lovast láttunk, akik egy kocsit kísértek. Északról jött fehérbőrűek, nem mexikóiak. Nem a részbánya alkalmazottai. Pihenőt tartottak a nagyösvény közelében.
Amikor megláttak minket, fegyvert rántottak, és egyikük megmutatta, milyen jól lő. Azután lóra szálltak sietve, és elvágtattak Santa Rita irányába. Mit akarnak ott? A válasz a kocsiban van. Nem tudjátok, milyen nap lesz holnap? Mint minden évben meghívtak minket Santa Ritába. Úgy véled, hogy azt a lisztet szállították, amit nekünk holnap kiosztanak. Talán eltévedtek. Ne gyanakodj. Csak mexikóiak járhatnak itt a szerződés szerint, és nem az északiak. Eddig itt béke volt. Ugye értitek? Jó, ha a fiatal harcos vére heves, de vérontást okoz a bizalmatlanság. Utcán sosem fogadott el semmit a bányatársaságtól. Azt hiszem, feleslegesen gyanakszik. Igazán kár, hogy a férjed ismét nem jön velünk. A hány ember jön, annyi zsáklisztet kapunk. Emlékszel még arra az időre, amikor nem voltak itt a fehérek? Gyerekkoromban azt mesélted nekem, hogy az apacsok jól éltek segélyliszt nélkül is. Természetesen jól éltünk. A lisztjük nélkül is, de ha arra gondolok, hogy tavaly marha pecsenyét is kaptunk. Az olyan puha volt, hogy még fogak nélkül is meg tudtam rágni. Ne csak erről beszélj. A múlt évben annyira megzavarta a fejedet a tüzes víz, hogy a lovadra kellett kötöznünk, nehogy lees. Engem? Mm-hmm. Még hogy engem? Igen. Csak hogy az nem az én hibám volt. Kínálgattak, és azt mondták. Salut, Nana! Salut, Pedro! Én is veletek megyek. Nem akarom elhinni, mi ütött beléd? Hiszen még sose jött Santa Ritába. Megnézem, mennyit ér az a szerződés, amire a főnök olyan büszke. Na, add ide. Ezt szépen itt hagyjuk, jó? Mindig fegyver nélkül megyünk. Ez régi megállapodás a Santa Ritaiakkal. Hagyd itt a késed. Minek az? Már sok éve békében élünk a fehérekkel. Vigyázni fogok magamra. Megígérem nektek. Csak egy fél pohárnyit fogok elfogadni. Persze. És azt sem iszom ki, nehogy utána tudjanak tölteni. Hogy ne kiáltassák azt, hogy szalút. Megígérem nektek. Ó, mozgás, lusta banditák, a sírba visztek. Ne aludjatok. Na, gyerünk, gyerünk, mozogjatok. Mindjárt jönnek az apacsok, és még semmi sincsen készen. Miguel, hé, ügyelj az ökörre! Szenyor, minket mikor hív meg lakomára a társaság? A legközelebbi szállítmánnyal sok élelem érkezik, ne sajnáld az apacsoktól! Idén bőséges vendéglátásban lesz része az indiánoknak. Talán a társaság meg akarja hosszabbítani a szerződést. Talán újabb bányát nyitnak, mert a közelben ezüstöt találtak. Szenyor Ramont kérdezzétek, vagy az amerikait, aki most érkezett. Jó, jó. Anna, azt hittem összekapnak az amerikaival. A főnök erősen kézben tartja, inni sem adott neki. Thank you.
Ön szerint hányan vannak? Azt hiszem, mind eljöttek. Hogy tetszik a tervem? Pokolian egyszerű. Mennyi ideje csinálja ezt? Az elsők között voltam, akik elkezdték itt az üzletet. Akkoriban még kényelmetlen sátrakban laktunk. Először az értszállításnak kellett megindulni, aztán épültek a házak. Mindig béke volt? Mindig. Az indián főnök Juan José okos. Szüksége van a békére éppen úgy, mint nekünk. Ha. Miért olyan ideges? Szeretnék túl lenni ezen az egészen. De Señor Ramón, önt semmiféle felelősség nem terheli azért, ami itt történik. A kormányzó csak engem bízott meg ezzel az üggyel. És nem kétséges, hogy az ön igazgatói kevesebb apacsot és több rezet akarnak. A rézára a világpiacon 10 fonttal ugrott. Tudom, tudom, mi a rézára. Azt is, hogy mi egy halott apacs ára. Az a személy, aki fegyveresen földet hódít el az apacsoktól, a földet megtarthatja, és minden harcos skalpjáért $100 jutalomban részesül a kormányzattól. Egy női skalpért $50 jár, egy gyermekért pedig $25. Ön kívülről tudja a kormányzat törvényeit. Most én kérdeznék valamit, ha megengedi. Ön nagyon jól tudja, hol lehet ezen a vidéken ércet találni. A Gila völgyben, vagy a hegyekben, a Natanesrinnél. A mi térképünk itt semmi újat nem mond önnek. Sőt, ha akarna, javíthatna is rajta. Hogyha akarna. És nem csak a rézlelőhelyeket ismeri, hanem ráadásul az ezüst érzlelőhelyeket is. Így van? Ön valójában kinek dolgozik? Señor Ramón, könnyen bajba sodorhatnám, ha akarnám. Azt hiszem, fordítva van ez. Egyetlen mozdulattal feldönthetném az ön úgynevezett nagyüzletét. Itt most, ezen a helyen. Kérem, ne feledkezzen meg arról a nagyon fontos körülményről, hogy itt mexikói földön van. És ez a föld egyelőre az apacsoki. Ezt ön felejtett el. És most figyeljen ide, ha erre a viszkiben úszó agya képessé teszi. A mexikói konkurencia gyorsan eltűnik innen. Az ön cége megelégedett a hitvány rézzel, az enyém többet akar. És én, idióta, még azt gondoltam, hogy csak egy vacak kis amerikai gengszter jött ide skalpjutalmakat szerezni. Szerzek majd magának nálunk valami tisztességes munkát. Szükségünk lesz szakemberre.
Kóstolja meg ezt. Megtisztel vele. Salud! Hé, mi lesz? Gyerünk, itt ki! Bízd csak rám! Nyavajás! Salud! Nos, minden rendben? Természetesen, minden rendben. Cseveget már a kedves vendégünkkel? Igen, ön nem. Őrmester, menjenek a bányához. Az egész legénység. Azt hiszem, szeretnének részt venni az ünnepségen. Parancsára. Kilophatják a szemeteket. Gyorsan, kötözzük meg! Hé, hová mész? Gyere, így áll! Az első $100. A késdobáló az enyém. Gyorsan! Mindjárt kezdődik. Na? Itt az idő. Jó. Köszönöm. Bocsásson meg. Tölts. Figyelem! Figyeljetek ide! Azok a zsákok ott fehér liszttel vannak tele. A bányatársaság adománya. Fogjátok a tiétek. Mindenki annyit kap, amennyit egymaga el tud vinni. Utcának bevonszoltak abba a házba. Itt a kése. Talán segíthetsz neki. Mit akartok? Megbalondultatok? Tedd be a pofáját gyorsan!
Señor Ramón, jól végeztem a dolgom. Ha? Mit csináltok? Dobd el a fegyvert! Tűnj egy gyorsan! Gyere már! Gyere! Hogy nézel ki? Igazad volt, Juan. Valamit kifőztek az apacsok ellen. A 16. Tizenhetedik. Senki sem menekülhet! Az egyik nyavajás részbőrű majdnem kiszimatolt valamit. Láttam, hogy a kocsi ponyvája alá is benézett. Tudod ki az? 18. A saguáró késdobálója. Hol van most? Egy pillanat. Megmutatom neked. Átkozott. Harry, a tetőn! Hát rajta, fiúk, munkára! A férfiakét ebbe a zsákba, az asszony és gyerek skalpokat ebbe! Bánik az ágyúval. Gratulálok, mesterlövés volt. Thank you.
feleséget titokban magával vitte. Látta, hogy téged a házba vonszolnak, és ideadta nekem. És ezzel az életemet mentette meg. A forrásokhoz megyünk. Nem léteznek többé részbánya indiánok. Elhagyjuk a falunkat. A főnököt szólítom. Jáig te már nincs itt. Fejem nem érti, miért történt ez. Hol az értelme? Minden apacs skalpja $100 ér. Itt az értelme. Igazad volt, Ulcána. Az a szerződés semmit sem ért. A főnökötök nem értette a figyelmeztetést. Ti a testvéreink vagytok. Éljetek velünk! Ulcána, hol van az én fivérem? Jaikté, már nincs itt. Bár sebet kapott, egy ideig még élt. Mikor a lélegzete elszállt, mellette voltam. Ha végrehajtottuk a bosszú törvényét, fogunk veletek együtt élni. Hány harcossal indulsz el? 6-tal. Rám nem számítasz? Sok év görbíti már a hátam, de a halottak nekem is rokonaim voltak. Messzire, messzire innen az apacsok földje. Magasan, már nagyon magasan áll a nap a Chihuahua síkság fölött. Dobog a lovak patája, dobog a síkság földje, lobog a lovak sörénye, és vannak, akik nem lovagolhatnak soha többé.
messzire innen, az apacsok földjén. A napot, ha megy a maga útján, ki állíthatja meg? Ki lehetne az? Ki lehetne az? Magasan áll a nap a Csihvahua síkság fölött. Állt a kocsi. Már elmentek. Johnson szépen egyedül hagyott bennünket az apacsokkal. Meddig elegendők a készletek, szenyor, ha nem jön az utánpótlás? Ne aggódj. Legalább 3-4 hétig. Addigra rég itt lesz a szállítmány. Akkor adjon nekem egy kortyot. Csíkó. Már elverted az eheti béredet. Akkor jó éjt, szenyor. Ártatlan vagyok. Én mindig a barátotok voltam. Én csak a lisztet osztottam szét. A nyitva a szád, csak hazugság jön belőle. Fuss a parancsnokhoz! Tűz van! Nincs mit menteni.
Írnököt kell azonnal útnak ereszteni. Küldjenek élelmiszert. És több katonát. Gyorsan. Majd megy az őrmester. Éjjel biztosan átjutok. Nem akar egy embert magával vinni? Könnyebb lesz egyedül. Önöknek itt most minden emberre szükségük lesz. Mit akartok itt? Gondolom, amiről tanácskoznak, ránk is tartozik. Hétek, Liz! Ezt már nem sokáig bírják a gebé! Te mondtad azt, hogy ez a rövidebb út! Rövidesen pihenőre lesz szükségük. Az egyik lobuk Sántit. Előre! Tovább! Szóval itt elválunk. Ti visszamentek Pinyoszátoszba, én ellovagolok a főnökkel Csihvahvába. Felveszük a pénzt a skalpokért, aztán utánatok megyünk. Soha az életemben nem volt még ilyen száraz az az átkozott torkom. Hozz egy kötelet! De siess, hallod? Hány dollárt kapunk ezért? Megbolondultál? Azonnal dobd el azt a szivart! A kocsim fél mázsa puskapor van. Magadat félted, vagy engem? Hol vagytok? Gyertek elő, kutyák! Maradjatok itt, Nana velem jön. Thank you.
Készen álltok! Ki kell törnünk innen! Rajta! Hey! 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 A fenébe mire vársz? Siess! Dobd be a puskaporos zsákot! Hey! Hey! Nézzék csak, uraim, tényleg elmennek. Miért nem szállsz fel? Indulunk! Siess! Bemaradt, nézd meg ott benn! Miguel, készen vagytok? Igen, igen. Teréza, gyere! Nem tartóztatja fel őket, szenyor komandante? Mindezért ön terheli a felelősség, és a következményekért is, szenyor Ramon. Ne tolja ezt most másra. Megbalondult, komandante! Vegye tudomásul, hogy az igazgatom és a kormányzó jóvá hagyták mindazt, ami történt! Jóvá. Nem voltam informálva! Ahol halott fekszik, nem szabad marakodni. Paolo! Señor Ramon, mi elhagyjuk ezt a helyet az embereinkkel együtt, hogy más munkát keressünk. A cég nem ad nekünk élelmiszert, nem nyújt biztonságot. Ha már biztonságról beszél, és ha az apacsok útközben támadnak? Éppen úgy támadhatnak itt is, és itt kiéheztetnek. Fogja be a száját! Santa Rita lakosait szerződés védi. Én magam temettem el azt az embert, aki a szerződést aláírta. Ez
Egyedül maradunk itt, ha nem sietünk. Gyerünk, gyerünk! Ez az az ember, akit Pinyosz áltozban láttam. Santa Rita üres. A mexikóiak elvonultak. Ki állíthatja meg a napot, ha megy a maga útján? Mint a napjárása, olyan a bosszunk. Bárcsak! A foglyod a múlt nyáron Pinyoszaltosznál járt. Sárga fémet keresett. Ismét látni arra fehéreket. Nem sátrakban alszanak. Házakat építenek fából. Sokáig lesznek ott. 3x10 embert számoltunk meg. Pinyoszaltosz a legjobb vadászterület. Ha maradnak, hamarosan húsunk se lesz. Jó tréfákat teszel ki az öreg Nana. A lába már nem sokat ér, de a feje még fiatal. A bosszúd itt sújt le rá? Santa Ritában halljon meg, azon a helyen, ahol meggyilkolt a rokonainkat.
Miért akarsz megölni? Ha engem megölsz, azzal nem kelted életre az embereidet. Hagyd lovat és engedj futni! A katonáink közelednek. Ha élni hagysz, bántatlan leszel. Hamarosan itt lesznek. Látom, érted, mit akarunk. Azt akarod, hogy szomjan dögöljek? Vörösbőrű kutyák! Ki fogunk írtani titeket? Mindet! Mindet! Leváltatnának már minket, kutyafáradt vagyok. 25 mérföld egyetlen nap alatt. Négy nap múlva Jánoszban leszünk. Margaritád nem örül majd a fáradtságodnak. Üdv, Margarita! Előbb két napot átalszom. Most alhatsz egy kicsit, Pedro. Holnap nagyon nehéz napunk lesz. Buenos noches, señor. Apacsok! Apacsok! Riadó! Az apacsok! Senkit nem öltek meg, és nem raboltak-e senkit. Itt leszünk, itt nélkül! Nem lehet sovább. Csöbbizünk, Teréza! A vizes hordón küres! Elfogyt a víz! Ki jön le? Adjátok abba! Nyugodjatok meg, emberek! Nyugalom! Holnap úgy is találunk ivóvizet! Rendet kell tartanunk! Maradjunk együtt, és induljunk azonnal! Huánnak igaza van, együtt kell maradnunk. Hol találunk ivóvizet? Mondd, miért vezetett félre az embereket? Bajban vagyunk, mert az apacsok támadni fognak. Csend, ne keltsünk most pánikot. Ne okoskodj annyit, hallgass a feleségedre, és nem lesz semmi baj. Fel kéne titeket akasztani. Megfordultam, és hiába néztem. Paulót nem láttam sehol. Hé, mondom, Pauló, hol vagy? És akkor valaki kirántotta alólam a lábamat, többet nem tudom. Igen, így volt, señor comandante. Lelépni!
Gondolja, hogy az apacsok tényleg támadni fognak? Optimistává tesz, hogy csak a vízünktől fosztottak meg minket. Hogy értsem ezt? Csak egy magyarázat lehetséges. Nem merik vállalni a nyílt harcot, mert kevesen vannak. Ezért a tűszúrásos módszert választották, csak nyugtalanítanak minket. Uraim! Nézzék csak! Szerezzen magának egy lovat. Rosszul áll az ügy. Ramon! Itt kell maradni a katonákkal egy... Segítsen, Ramon! Nem hagyjuk a fajban az asszonyokat és a gyerekeket! Takarodj! Többé nem jönnek vissza a mi földünkre. Santa Rita üres marad. Hajtsuk a faluba a lovakat! Mindenki halt. Nem látni embert. Még a bánya is csendes. Talán a házakban vannak. Mexikói siesta. Mi erről a véleménye, őrmester? Azt hiszem, a mexikóiak elhagyták Santa Ritát. Tán megbeszélték, hogy egy kis háborút tervezünk. Akkor legokosabb, ha visszahúzódunk. Gyerünk, nézzük meg jobban. Gyanús ez a csend. Mr. Johnson! Mr. Johnson, mi van magával? Burton kapitány, hála Istennek. Mi történt? Hol az ágy, amit kölcsön adtunk? Hová tűnt a lakosság Santa Ritából? Az apacsok. Az embereimhez kell mennem. Vigyenek el. Pinyos áltozba, vigyenek el. Gyorsan, Burton. Gyorsan! Sajnálom, de lehetetlen. Parancsunk van, hogy felderítsünk egy utat a csapataink számára. Kezdődik a háború. Egy lovat azért kaphat tőlünk. Mit gondol, ki bírja? Biztosan. Johnson szívós.
Valaki kiszabadította. Három lovas és két málhás állat járt itt. Itt váltak el. Arra egyetlen nyom vezet. Utána megyek. Bármerre menekül a bosszúmat, nem kerülheti el. Főnök, a csapdánk remekül bevált. Fogtunk egy furcsa szarvast. Adj egy kortyot inni. Gyertek csak ide, nézzétek! Nézzétek, mit fogtunk! Vigyázz! Fogjátok el! Álljátok el az útját! Hé, hé, kapjátok el! Na, várj csak, keresbőr! Fogd meg jó erősen! Tartozd meg! Na, meg a te kutya! Fogd meg, jó erős! Ezt? Oda fához! A nagy harcosnak arcizma serezdül. Engedjetek! Hey, 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 hey! Hey, hey! Hey!
Mr. Johnson, ez az apacs. Ez az, aki ön Santa Ritában... Miért nem intézte előtt rögtön? Itt a kése. Két napig álltam a kútnál. Ő két napig fog állni a fánál. Hát akkor megkínálom egy kis csemegével. Az indián szívós. Mi fehérek egy ilyen masszázsba beledöglenénk. Remélem nem úszítjuk magunkra az összes apacsot. Jack nem ad neki túl sok csemegét. Jack! Nem követték a nyomunkat! Azt akarom, hogy halálomig ne felejtsem el ezt a gyalázatot. Már sok-sok esztendeje annak, hogy az én barátom Nakayen egy grizzly medvére bukkant. Kétszer el is találta, de csak a harmadik nyilvesszelje ölte meg a medvét. Miért nem fejezed be a történetet? Nakayen oda ment hozzá, hogy azt a vadásztörvény előírja, és a medve rátámadt. Nagyon véres harc lesz ez. Míg a bosszú törvénye beteljesedik, mi veled fogunk harcolni. Te csak egy embert látsz, de mögötte sok-sok fegyver áll, nem csak néhány aranyásóé. A katonák is jönnek majd. Hamarosan. Te sem mondtad egészen végig az iménti történetet. Barátom, Nakayen még sokáig élt, és büszkén mutogatta nekünk a grizzly medve bőrét. Hozzátok a fegyvereket! Óra, a puskámat! Igyekezz! Gyerünk, kerüljetek arra! Vigyázz, gyerek! Ezek még visszajönnek. Ezeknek mára elég volt, azt hiszem. Visszajönnek még. Visszajönnek. Takarékoskodjunk az élelemmel, és hozzunk ki új muníciót. Azt hiszem, egy ideig nem mehetünk vadászni. A készlet legfeljebb egy hétig elég. Talán nem támadnak újra. Annyira nem ostobák. Látszott rajtuk, hogy meglepi őket a fogadtatás. Hányan voltak? Öten vagy ötvenen? Minden korbácsütésért egy meghal közülünk.
Hallgass, ne beszéljen butaságokat, Roni. A lőszerkészletünk 4 hétre elegendő. És addigra itt lesz a hadsereg. Az a dolgunk, hogy föltárjuk az aranybányát, és ettől nem téríthet el senki. Ha akarjátok, kérjünk segítséget. Átjut az apacsokon? Biztosan átjutok. Jobb lenne, ha szétszóródnánk. Arany mindenütt van. Üzenem Burton kapitánynak, hogy nagyon siessen. Egy apacs! Ott! Nála van megfegyvere. Egyszerre támadunk. Figyelem! Rajta! Az ördögbe! Hogyan léphetett meg? Nézzük meg jobban a többi halottat is. Igazad van. Elég volt egy meglepetés. Hé, Bob! Roni, a halott élt. A fehér emberek katonái hamarosan itt lesznek. Nagyon hamar, sok jó fegyverrel. Ha nem fogtok segíteni, mi azokat az embereket nem tudjuk elűzni a kunyhóból. A bosszú törvényét megsértették. Ulcána nagyon bátor harcos. Ő győzni fog most, vagy meghal. Nem tudunk neki segíteni. De Pinyoc Altosz a legjobb vadász területünk. Amikor a nap magasan a fák fölött áll, nem lesz ott egy fehér ember sem. Idáig 40 mérföld. Az első napi menetelés. Egy követ a határon túlról, sir. Azt állítja, hogy ismeri önt. Mr. Johnson táborából jövök. Segítséget kérünk. Sürgős. Az apacsok támadnak. Csak 2 vagy 3 napig tudjuk tartani magunkat. Burton kapitánytól tudom, hogy nehéz helyzetben vannak. Nagy kockázat, gazdag zsákmány vagy nagy bukás. Az önök dolga. Most támadás fenyegeti őket. Mr. Johnson feladata az, hogy most... Álljunk meg, minket az amerikai kormány bízott meg feladattal. Tehát csak sorjában. Folytassa, kapitány. Az apacsokat csak érintjük. A mi célunk Mexico City. Na látja. Először a mexikóiakat, az apacsok azután. Folytassa, kérem. Második nap 50 mérföld. Szállás Natanesrinnél. A következő napon átcsoportosítunk. Az egyik csapat erre vonul.
Bár tudnám, mit terveznek ezek az átkozott fickók. Nyugtalanító ez a csend. Semmi sem mozdul. Meg kell bolondulni. Gondolja, hogy a kicsi átjutott? Az imént úgy hallottam, hogy a katonák jönnek. De csak holnap érnek ide. Most már értem, hogy miért lőnek olyan gyorsan a fehér emberek. A fakunyhókba nem tudunk belőni a nyilainkkal. Felgyújtjuk őket. Vizet! Gyorsan! Oh!